Tavaly 10 tonna búzát gyűjtöttek össze a Tolna megyei gazdák a Magyarok kenyere nevű jótékonysági program során. A kezdeményezés 11 éve indult, és azóta minden évben egyre több gabonát ajánlanak fel, ami nem csak a hazai, hanem a határon túli közösségeknek is köszönhető. A karitatív akciót idén is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz közösen szervezi és bonyolítja le. Tolna megyében ezúttal is több gyűjtőponton lehet leadni a búzát. 4 búzagyűjtőpontunk van, Tamásiban, Dalmandon, Őcsényben és Bölcskén. Falugazdász kollégáink segítenek azoknak a gazdálkodóknak, akik szeretnének adományozni ennek a programnak a keretén belül, úgyhogy a falugazdászoktól lehet akár adományhoz kapcsolódó zsákot is igényelni, és az adminisztrációt is segítenek elvégezni. De nem csak a gazdáknak szól ez az akció, hiszen bárki adakozhat akár termény, akár pénz formájában is. Az összegyűjtött gabonából készült kenyeret és lisztet olyan hazai és határon túli szervezetek között osztják szét, amelyek rászorulókat segítenek. Búzát ugye értelemszerűen az adományoz, aki megtermeli, tehát mezőgazdasági termelő, viszont pénzadományt bárki adományozhat, és erre a jótékonysági célra a Magyarok kenyere alapítvány részére. Az adományokat augusztus 20-áig várják a gyűjtőpontokon. Tolna megyében idén eddig már több mint 3 tonna gabonát ajánlottak fel.